nyilván kinek milyen van. Helikopteres egységünknek van. Kérdésem van-e valakinek? Én mehetek a konvoj előtt TC-vel, ahogy szoktam. Vagy kérdeztem mindegy. Mit? Én? Mehetsz, igen, TC-vel mehetsz, jó? A többiek azok meg mehetnek Mercivel is, ugye? KS-en. Hát igen, mehetnek Mercivel. Golós ember is megvan már? Golós ember az a Razor kolléga, igen. Igen, igen, köszönöm, igen, ezt akartam kérni. Motorozni TC-vel. Joe Rambo hozzám fog beszállni majd a tanulva. Szilárdul, picit elviszi Lici a kocsiját. Persze. Kivenni a kocsimat a vizet. Legi motorra lehet menni. Kösz. Motort? Azt lehet hozni, Legi? Motort? Nem nagyon hozzá most. Ez most akkor lehet kihozni. Állás szerint a reptérre vezető út, illetve a reptéren található hangárok van személy, illetve gépjármű nem tartózkodik. Én továbbra is hármat lehet kihozni Merciét, hogyha nincsen Merci. Nyomozók a garázshoz, nyomozók a garázshoz. Srácok, lehet mindenféle kocsit kihozni, azok a fixek, amiket elmondtam. Tehát azok, akiket kik vannak jelölve, azok fixen azzal a kocsival mennek. Mindenki más azzal jön, amivel tud jönni. Jó? Ennyi a lényeg. Kezdjünk el! Kezdjünk el felsorakozni PD előtt. PD előtt. Péter, gyere! A két ment. Igen, szövemről. Gyere vele, gyere vele. Hát akkor kezdjük el akkor. Legi. Hol van itt a tankok? Srácok, a PS kocsik nem vannak az alsó garázsban, jó? Tehát alsó garázsban menjetek, leértük. Jó, a katonaság teljesen tiszta. Székes úr, kivel menjem? Vízágyúsok hol vannak? Nyitom a KL garázst, jó, a vízágyúsoknak. Én fogom kihozni a vízágyukat, mert én be tudom indítani őket. Hát kimenni, vagy áll kint valaki? Mit Martin 100 000-es tud hozni egy 4 személyes autó? Itt vagyok, itt állok már a Mercivel, srácok. KR garázs, de vigyázzatok, jó, hozok ki tankot. Vagy bocsánat, KR vízágyú. Látom a alagút is tiszta, úgyhogy reptérvezető út elméletben jó lehet. Majd a kiírjuk a kérdésbe. Szálljon be a vízágyú sofőrje a KRS-ek közül, jó? És akkor viheti. Csak a vízágyú. KRS-t várok a Mercibe, srácok. KRS. Legalább. Szeretném nem elsőnk. Szerakom én a Mercibe, és megyek veled a szóri, ki tudja kihozni az OLFK-nak a vízágyukat? Bandi? Most mondta Legi, hogy hozza őket. Nem, azt mondta nekem most, hogy hozza ki a... Na, nem, csak itt a KR tudom hozni, az nekem nincsen kulcsom. Mert ugye az nem kaptam. A KR vízágyúba szálljon be, az a KRS, aki kijelölt, hogy szálljon be. Tehát a KR vízágyúkkal? Csak itt OLFK-s vízágyúkkal, igen. A KR vízágyúkkal? Hát aki KR, tehát az a kettő KRS kolléga kell nekem, aki kijelöltem, hogy KR vízágyút fog vezetni. Az egyik az Kozák Eliott. Várjátok még, hagyjál a KR vízágyú, és akkor utána hozhatjátok a következőt a KR garázsból. Csillag, én ne haragudj. King, hova menjünk még egyszer? Benzin, kút. Nem. Következő vízágyú. Legi? Aki szólt, ki az? William szólt, nem hozzák ki az OLFK-s tankokat, kéne valaki. Azért nem. Nem tudom, hol vannak, hogy ki tudja hozni, nem tudom kihozni. Jó, akkor Tornó, akkor hozzunk ki KR-es tankot. Jó, gyertek ide, vagy most a KR-es vízágyút. Jó, azzal gyertek. Itt vagyok, aki hozzunk következő. A vizes jótán elocsolj. Becsüljünk a vizes jótán. Gyertek akkor a vízágyúval, amit ide hoztunk KR-esbe. Lezárjuk a PD-t, Legi. Zárjátok a 100 méteres körzetbe, kérlek. Most megkérem, hogy azt pedig írja ki, hogy a PD 100 méteres között az zárás alatt áll. Ezt a káros vízágyút elvittem. Melyik benzinkútra mentetek? Hozom a következőt. Boltra. Bolt benzinkút. Régi PD mellett.
Szállítókocsik készen állnak. Hol van az utolsó KRS, akinek mondtam, hogy Bizzányú fog vezetni? Egy KRS jelentkezett eddig, hol a második? Új, rossz volt. Hol a utó? Nem én voltam, hát nekem, én azért mondtam, hogy nem tudok, így kijelölt valaki helyett, nem valaki kijelölt. Jó, van kijelölve. Elektrót jelöltet, nem vagyok itt. Ott, szerintem. Miben jelöltetek ki engem? Semmi? Hát kezdi, hol voltál eddig, nem igaz, mondom, Bizzány úra jelöllek ki téged, hogy te vezeted az egyik Bizzány út. Ja, jó, megyek. Az egy 10 percet. Jó. Bosznára vagytok. Az egyik tank az menjen előre, és két tank megy előre a KRS tank. Gold. Ennek a tankok. Hát én nem tudom, hogy milyen boltos benzinkútra mentetek, de hogy egynél se vagytok, az kurva élek. Biztos, megtankoltam a kocsit. Most már itt vagyok. Istenem, az meg... Hát ott még a vágat semmi. Tom vagyok egy perc. Voltál eddig. A Dillinger beveti minden tudását a vezetés kapcsán. Hol a faszba jártunk eddig? Szerelni voltunk. Szépen. Percit. Összetörte, John. Melyiket? Voltam. Matteo, gyere át a 12-esre. Jövök. Tankolni fogunk, srácok. Most mondom, mert a pélkocsikból már fogy ki a benzin. Nem megyen most valaki a közeli benzinkútra. És akkor nem kell. Hát, mondjuk, de nem szóltam. Hozzon már valaki addig. Utó. Ja, egy félre mindenkinél. És hogyha valaki egy autóba üljenek be, hárman elég is. Abban az egy autóba, amiben hárman ülnek, attól elkérek egy ember, jó? Mert nálam csak én vagyok. Még a városban van benzin. Oké, PND előtt mindenki sorakozzon fel. Elől kettő darab KR vízágyú. Tehát a Kristóf és az Eliott kolléga. Ők lesznek legelől. Ők a ruhabolt fele, kicsit menjenek. Jó? Tehát egy picit a ruhabolt fele, mindenki más felfélje ide a PND előtt. Tókocsik mehetnek fel? Állítókocsik, mindjárt szólok, hogyha a kettő darab vízágyú felsorakozik, akkor szólok nektek és jöhetnek utánuk. Rendben. Akkor hát mellett tervezünk amúgy lemenni? Majd mondom, majd. A KR tank a kettő darab vízágyú előtt lesz, és azt fogja vezetni. Ha kell, három darab PS kocsi jöjjön föl, álljon be a vízágyúk mögé. Látok. Szóval tankoló autó? Srácok, figyeljetek már, nem fér el sehova se a golyóállom, és alig van golyóálló mellényem itt már a végét jár, hogy tudom lerakni? Le tudja valaki tudom rólam lőni? Nem, lerakott. Csoktartóval, hogy felhetsz más csoktartóval. De azt próbáltam. A keres egy autót. Ez van a legelső raptor, ami szemben van veled, abban lett nem a tej. Ne, az utolsó kettő vízágyú, az hagyjon helyet, mert a civil kocsik azok oda fognak beállni majd. Jó, aki nem vezet fixet, tehát nem vízágyús, nem PS-kocsis minden, az kivette a szolgálati kocsijait? Nagyon nagy a csend, remélem, hogy nem 2-3-asával ültök vízágyúba, meg ilyenekbe. Egyedül ültök vízágyúba. A vízágyúsok is egyedül vannak, meg a PS-kocsisok is egyedül vannak. De mindenki más hozzon ki kocsit, csak nem látom, hogy itt lennének a PS-kocsi mögött a szolgálati kocsik, tehát álljatok ide. Kocsik, PS kocsik mögé álljatok mindenki besorakozni. Srácok, most mondom, hogy meg fogunk állni benzinkutat tankolni, mert a PS kocsik nem fogják kibírni. Szóval liter van benne. Van, kíván.
62. Az NVN, helikopteres NVN-es keresem, a David kollégát. Igen. Érdeklődnék, hogy van a szemünk, aki figyel majd minket? Sikerült végül intézni? Hogy valaki jöjjön velem még? Nem, mindjárt jelzem nekik, jó? Egy pillanat. Az már kérlek, hogy úgy volt, hogy te ezt intézed. Az Audi TT-sem, az merre van? Mindjárt jövök, el kell mennem WC-re. Véletlenül pont el kell mennem. Hát, szarnom kell. Most de elvitt a faszomba, tényleg most már. Kibírom mindegy. Kimere amúgy ez orvosi betegség. Trudgassa azért, hogy kell az igazság. Igen, intéztük a... És már figyel minket? Őrszem, akkor figyel minket. Igen. Szerű, azt mondja. Az első helyen tank, második helyen két vízágyú, utána jön a három darab PS kocsi, utána az összes szolgálati kocsi beállt a PS kocsik mögé. Igen. Ja, igen. Igen, látom őket. Nagyszerű, és akkor a kettő vízágyú zárja a sort. Igen. Még egyszer, fel fogom én magam vezetni, jó, hogy merre fogunk menni. Az első kettő vízágyú, engem, ahogy beírjuk a katonaság, az első kettő vízágyú. Van valaki nem akarja úgy elkapni, csak kérdezem, hogy szépen végig megy mindenki mellett. De ne vízágyúzzatok, mert nem használjátok a vizet, majd akkor, hogyha jönnek ránk. Szóval, még egyszer. Az első kettő, ahogy beírunk a katonaságra, az első kettő vízágyú tovább megy, a másik a túlsó oldalára el tudod szólni, jó? A bejáratot. Azonnal a KR tankot ott már nem fogja követni. A PS kocsik pedig követni fogják a KR tankot a katonaságon belül, megmutatja, hogy hol lehet megsemmisíteni a tárgyakat. A civil kocsik, bocsánat, civil és szolgálati kocsik bejönnek a katonaságra, több különböző helyen elfoglalják a helyüket, és az utolsó kettő vízágyuk pedig itt eltorlaszolja bejárta azt a bejáratot, ahol be fogunk menni az autópálya felől. Jó? Szerintem most még van-e valakinek, most még fölteheti? Igen. Annyi van Legi, hogy én megvárom a Bentit, jó? Mert ő most érkezett be a telefonomba, szóval őt megvárom, és akkor ti indul azok eletig, jó? Kristóf? Vagy menjek én és a konvoja, és akkor ő majd jön egyedül, vagy hogy legyen? A Petit megvárjuk még, jó? Itt van már, vagy mit tudsz róla? Hát állítólag applikáció itt van, de nem tudom, hogy a városban érkezik. Már jön a városban, nyugalom! Tudom, van hát látom. Van itt valami kocsiba a hely, meg a konvojnál. Van hely, csak te vízágyúba szállj meg PS kocsiba, jó? Ki ez a település? Tekes? Én Tekes vagyok itt. Ruhás, a Székely Szilárd szerintem, mert őnek volt szerepruhája. Nem az a tízeteges. Szerepintes teges? Lehet valami a rádió? Ki még az ajtó, valami igen, meg ilyen elegáncia. A Buki tételemnél van három autó ilyen pillanatban. Megyek, meg is nézem. Hát kaján. Elindultam helikopterrel. Ismételt? Ki vagy, aki helikopterrel indult? Én, igen, David. Köszönöm szépen. Menj el, kérlek, már is mondom, melyik benzinkút volt. Benzinkúthoz. Jó, 15-ös benzinkúthoz. Ott a kocsikat meg kell tankolni. Ja. Erről tudunk már valamit? Itt van? Legi, induljatok el. De látom, megvan, látom. Jó, most már menni kéne. Induljatok el, jó. Szólok a gobos akkor készítse be a gobot, mindjárt mondom, hogyha kiírhatja. 15-ös benzinkút üres, úgyhogy megyek tovább a Hukis fele körül nézni. Köszönöm szépen, a Hukis nem kellett, akkor azt nézzek. Most én most hova megy? Jön a vízágyúba. Ajajajajajaj. Nekem aki az egyik káros vizes tankot vezeti, annak nem... a városból. Ezért nem tudta hamarabb jelezni? Tudjatok el, mehettek most már, mert most már beszálltok a vízágyúba. Kell egy vízágyús, kell egy vízágyús. Mert most már itt állunk, hogy így. Srácok, akkor szálljon be valaki a vízágyúba, ha nem tud lenni az ember. Csána. Vízágyú az ORFK-s vagy KR-es vagy ki vagy?
Káros vagyok, kozák előtt. Na, Geci, akkor az a más... Jó, valaki szálljon, hogy kérem, akkor a csíkos kocsikból, és kezdjél vezetni, mint a vízlágy, itt van elől. Valaki szálljon ki? Mi ott a boríthatok fel autókat? Hadd föl. Nem és utána fáj? Hát valamennyire, igen. Nagyon valamennyire. Valaki ja, fájjon már ki hátulról, és vezesse már a vízágyút. Hát szó, valaki, ne baszakodjatok már, fájjon már ki valaki, ezt vezesse ezt a vízágyút. Hú, Istenem, akkor menjek ki, ha már senki nem mondja azt. Hát nem olyan balhatok, faszom, hogy senki nem jelentkezik. Mit kell félni a vízágyútól? Tudom. Második? Még a második, ott. Jó van, oké, letaláltam, mehetjön, induljatok el most már. Gobos, kérem, hogy írja ki, hogy indulok. Nem valahol már kárban vannak, szóval hagyjuk is. Van a konvója. Itt lassítsatok már, lemaradtak a pénzszállítók. A kuküzétteremni látok három ember, de nem jelentenek össze itt, azt gondolom. Hát nézem újra a katonaságot. Felhívnám a figyelmet mindenkinek, hogy a akcióparancsnok által megszabott utasításokra nem tesznek eleget, hadbíróság elé fogom állítani őket. Jó, az összes embert, aki nem tesz eleget innentől a kérésnek. Jó? Na, NVS vezetője voltam. Jó, nyugodtan lehet panaszt tenni, lehet keresni engem. Jó, amit mondom. Akcióparancsnok az a szent és értetetlen. Köszöntem. Olyan csúri, ha megvan? Szirénázik legyi? Mindegyik nyugodtan szirénáztak. Jó. Most benzink után megállunk, tankolunk. Jó, szigorúan pannákból. 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 Továbbra is úgy látom, hogy a katonaságnak a teljes területe üres. Tóla, szóval nincs egy bejárat, se autókat nem látom a környéken, hogy egyenlőre a terep az teljesen tiszta. Megérkeztünk a benzinkútól. Távolságot létszik. Hát mi nem mentem nektek az a viccesekbe egy gyakorlatilag. Jó, mondom, álljunk meg a benzinkútra, mindenki kezdene mindenki tankolni. Szigorúan pannákból, ismétlen szigorúan pannákból. Kérek, 150 méteres körzetben. Ez az benzinkút. Egy jármű érkezett a katonasságra, egy fekete színű terepjáró. Jó, nagyon. Ti vagytok? Igen. Jó. Fölkapcsolom a szirénát, de miatt a gripityára van törve az autó. Jó, megnézem a húki éttermet ismét. Autót láttam a húki étteremnél, egy Chrome Tesla ment arra. Aha, mindjárt ott vagyok. Ott van a titer, elég lesz? Elég. Fú, de nehéz. Ha végeztetek, vigyetek vissza. 90 elég lesz. Szép, ne? Kinyitom itt a... Srácok, ha végeztetek, vigyetek vissza. Tanksapkát megtankolom. Kérdésem, van olyan ember, aki nem tankolt? Ezek szerint nincsen. Van olyan ember? Van. Van. Spicceljünk! Ízágyút, bazdnek, felejtsétek már el, ne dövöldözzetek, majd az ellenfélre dövöldözzetek. Hiszen fele le akar abbanni, csak mondom. Van a másik. Erős.
Az autóra ránézünk, helikoptervétel. Pedig azok megszampolva szerintem. Igen, szóljanak már neki, jó, két emberi benne. Parancsnok. Köszönöm. Kérdésem, van olyan ember, aki nem tankolt, meg a kocsiját? Van olyan ember, aki nincs kocsiban? Jó, akkor a lezárás kérem megtüntetni, és megyünk tovább. Itt elhagyta az utolsó autó, a lezárás szóljon. Lila, vagy piros autó, konvoj szem. Tudtam vissza a konvojjal szemben, végig az úton. Meg egy gyors kérdés. Ha bármi baj lenne, és akkor a vízágyuk azok törhetnek, mehetnek előre? Ha útakadály van előttünk, akkor két vízágy, ami elő van, az tör. De én is török a tankkal. Oké, te mondtad. Valaki az a helikopter ki van? Ki van jelenleg helikopterre? Meg az OMS is van helikopterre, sárga helikopter van ötös. Gyors szereltetünk itt, addig majd azért kéne jobban figyelni ezt az esetet. Oké, és jövök most. Jön, úgyis, fel, jön egy Audi úgyis errefele. Audi TP a szóljál most. Én vagyok. Mi vagyunk, semmi bezik, katonasági hírik, semmi. Jó, tudsz menni egy kicsit előrébb? Menj az alagút alatt át, és ott van a... Kell egy 10 liter, nagyon gyors. Kötömesek hátra bejelent a nézet. És látok, meg semmi is időt, visszafele nem lesz túl jó, ahol itt szállítani kell, tehát csak most leszállítjuk és kész, ennyi. Amíg nem érkezik meg a... hátsó bejelet lezárására az egység, addig itt fog lebegni helikopterén, ahogy valaki betudja időt. Megint autópályán megyünk be, vagy hátsóra megyünk be, vagy sem mellett. Autópályán megyünk be. Az utolsó kettő vízágyú, mert ők zárják a sort, ők is fogják eltorlaszolni az autópályázán lévő bejáratot. Hosszú vagy az első, nem mindig? Mondom, még egyszer elmondom, tehát hátul lévő vízágyú, mivel utoljára jönnek be, ezért eltorlaszolják azt a bejáratot, ahol be fogunk menni az autópályánál. Az első kettő vízágyú, ahogy beért a katonasságra, tovább megy, az átlósan a túloldat lévő bejárathoz, és az zárja le. Köszi. És a katonasság bejárata. Ellenések vannak itt megszerelő. Az autópályás üres, átmegyünk a másikhoz. Tudod ki a mentő helikopterbe. Vagy na, mi az nem mentőn a szerelő? A hátsó bejáratot azt én őrzöm, ott helikopterrel itt vagyok, tehát lebegek itt, ahogy valamelyik okay, ott szerelés van, vége. A zöld kocsi a szerelő. Szembe. Tanasság hátsó bejárat tiszta. Ez fekete kocsi tolat. Mi ez? Nem vihetes kocsi? Mi vagyunk. Oké, jót látod. Én a KS-tankkal, ahogy beérkeztem, a DS kocsik követnek engem. Gyerek, itt kanyarodunk jobbra. Egészen lejjét zárjuk le, vagy ott a rámpáknál? Tessék? Páknál zárjuk le, vagy az elejét mindjárt az útnak. Gyerek, itt a sorompó után rögtön álljatok be. Jó. Útet is lezárattuk volna, két riottel az ölezte van legegyszerű. Itt vagy jobbra. A vízágyú az egyenesen tovább, úgy. A piackocsik meg ilyen nagyobb ajtók, a piackocsik azok tolassanak rá a nagyobb kocsikra. Vagy nagyobb ajtókra, na. Úgy. Kapd ki. Jó, hátul. Csomagtartót, nyissátok ki. Ha is, hogyha az megvan, akkor a pakolást, ha mondom, akkor kezdjétek meg, és 5 percig kell pakolni.
elvizzük a katonaságot folyamatosan. Most kérem, hogy írja ki, jó, hogy elkezdjük majd akkor a pénzpatronos fegyvereknek a megsemmisítését. Ahogy kiment a golf, utána kezdhetik a pakolást. Martin, itt van rádió? Martin. Oké, itt vagyok. Mar, ja. Ez most nem érde tartozik. Jó. És úgy vezess, hogy nem tudok hirtelen kanyarodni, mert felborulok. Az ajtóba rakjuk le csak a dobot, a fegyvereket. Bátor, nem ment ki a gofa, jól látom. Oké, mehet a pakolás. Innentől kezdve 5 perc, tehát 19 óra, 42 perc, 50 másodperc. Kiveszek akkor egy AK-74-re vasz, 3 darabot. Fogom a kezembe. Ezt én leteszem ide. Na, tudom én is robozt. Fegyvert ide leteszem. Így. Igen, kiveszek egy doboz fegyvert. Következő gyuzitár 2 darabot, megfogok a kezembe szépen. Szépen ezt is lehelyezem ide. Megkérem, akkor 2 darab vízágyit. Akik az elsők voltak a konvojban, tehát akik túl előveszek lehet, egy húzi belső szerkezetet. És a másik kezembe egy AK-47 tár MK2. Fogom a kezembe, dobozok felrakom. Szépen leállok, beteszem ezt is. Fegyverek. Elég sok fegyverről van szó, úgyhogy... Jó, elkezdve pakolni. Szerintem jönni meg. Nem, meg senki nem fog. Nem fog. Remélem. Kiveszek egy CZ-75B belső szerkezetet, a másik mindenki kezembe egy uzit. Mindenki kapunk a rendőrség az jelenleg elfoglaltságainak tesz eleget. Kihúzok. Az elmények bontot a fegyverre, CZ. Leajolok, leteszem akkor ezt az uzit árat, meg egy uzit. Így. Támasz. Jó, hogy lehúgolok, hogy a dobozítjuk. Kiveszek akkor egy A NS pisztolyt, másik kezemmel shotgun, fogom a két fegyvert a kezembe, leteszem az ANS-en pisztolyt és a shotgun, leteszem szépen. Lerakom a dobozt. Kiveszek még egy shotgunt és egy mikrouzit. CZ-t. Szépen ide lehelyezem ezt a shotgunt és a mikrouzit. Jó. És akkor én ebben végeztem is. Jó. Fogom ide lerakom a dobozt. Fegyver. Előveszek még egy dobozt. Legi? Legi? Ott? Már jó, üdvözlöm. Igen. Aki behatolva a volt a navos okay. Autóban még egy pár, és azokat pakoltam be. Azonnal. Úgy van, hogy elkezdjük áttörni a vizágyisoknak, meg ilyen meg ilyenek. Jól van, folyamatosan kell segítség. Csak innen pakoltad át a fegyókat? Ebből a kocsiból? Igen. Várjál, csináljuk úgy, hogy innen átpakolod most a... Ha még nem végezsz, pakolnád itt a BSS kocsiba, jó? És akkor úgy jó lesz. Én nem, hát én már kipakoltam. Nem, azt a meg. Jó. Hát akkor összeszedem onnan az ajtóban, berakom. Szedd össze egy két, aztán tedd ide be. BSS kocsiba. Jó. Elkezdett el, akkor... Jó, fegyveres, akkor az AK-74 ravasz 3 darabot gyorsan összeszedem. Tovább. Jó. Hall engem, uram? Igen, hallom, uram. Itt a főnök mondta, a vezérezetes úr, hogy amit kipakoltam fegyvert, azt rakjam ide be,
a dobozokba, és avval együtt majd kipakoljuk, jó? Mert hogy én nem dobozzal raktam. Jó, rendben, rakja be egy nyugodtan. Jó? Akkor három darab. Jó, rendben, a következő dobozba. Berakok a dobozba. Következő rész, amit ide raktam még, egy Uzi tárat kettőt, és egy Uzi belső szerkezetet. Megfogom a kezembe, berakom akkor ebbe a dobozba, ami itt van. Na, tegye bele a dobozba. Ide belerakom szépen. Jó. Belerakom a három AK-ra, aztán itt berakott. Rakok bele még mellé egy pár pisztolyt. Jó, felveszem még, ami itt maradt, az jó. A AK-47 tár MK2, CZ-letlenül B belső szerkezet. Azt is meg fogom szépen, ide, beleteszem ide a dobozba szépen. Jó, beraktam. Beleraktam a dobozba. Jó, előveszem. Még mi maradt itt? Azt mondja, hogy maradt itt a földön egy Uzi támaszték, és egy ANS pisztolyt, megfogom a kezembe. Koltot, szépen ezt is bele fogom rakni a dobozba. Tegye bele ide a dobozba. Ide berakom a dobozba, jó, szépen. Jó, és akkor még maradt itt zárom, egy két shotgunt, megfogom, ezek jó nehezek. Shotgun, megfogom, ezt szétszerelve belerakom ide a kinyitott dobozba, szépen belehelyezem. Így először egy dobozt, akkor tegye bele. Így van, berakom. Jó, fegyvert. Jó, és akkor maradt még egy mikro Uzi, amit itt a földön hagytam, szépen. Azt is bele fogom rakni ide. Jó, tegye még fér bele éppen. Így, ez az egy fegyvert még jó, belerakom. Bele, ez éppen belefért, jó. Jó. Be is zárom a dobozt. Be is rakom ide a dobozt. Hát ott még egy percet húzunk rá, jó, és akkor 44-kor befejezzük. Kereken 44-kor, még fél perc van. Beveszek egy dobozt. Maradék. Fegyver alkatrészeket. Na, nem sok van már, úgy látom. Nem sok van már, mert csak 2-3 dolgozott akkor. Csak sok ilyen kis alkatrész van, ugye. Ravasz, pisztoly ravasz. Elkezdem belepakolni, esélyes pisztolyt még. Belepakolod a koltokat is. Így mi? Dobozt bezárom. És elkezdem így az ajtóval így lerakom, így lehajolok. Így nem is akkor egyszerű. Így elveszek egy dobozt. Így mi? Elkezdem a pisztolyokat belerakni, oltott, van még itt elsőnös, még mikrózit, TEC-9-et, jó, dobozt bezárom, jó, lerakom egy dobozt, lehajolok, jó. Srácok, még egy fél percet, jó, akkor 45-ig, még egy fél perc. Veszek egy dobozt, elő maradék alkatrészeket, így elkezdem beledobálni, szépen. Bence. Okay. Szilárd, most már faszon lesz, jó lesz, jó? Jó, beraktam a dobozokba, itt a kollega segített. Okay. Jó, még maradt egy pár kis pisztoly. SNS, pár Colt. Ezt jó, beleraktam, bezárom a dobozt. Ez az utolsó doboz, vagy még van még egy? Még van egy. Jó, lehajolok, a dobozt berakom. Ja, előkapja ezt a dobozt, akkor segítek befakolni. Jó, mi van még? Egy pár fegyveralkatrész van itt ilyen. Na. Ilyen ravasz van, pisztolyravasz, még látom még itt. Megfogom így egy marék kb. Ott van, ezt belehelyezem a dobozba, jó, segítek rendben, magának. Jó, rendben, köszönöm szépen. Még van itt egy AK-ravasz is. Azt is belehelyezünk szépen. Jó, rendben. Meg más már itt nem is nagyon látom. Jó, köszönöm szépen. Rendben, bezárom a dobozt. Helyezze ide. Jó, rendben, lerakom itt, és akkor. És kész is. De már hova mentetek? Várjatok, amíg nem megy ki a golf, addig nem megy senki se sehova, csak üljetek be a kocsiba addig. De lehet menni. De már hova mentél? Vagyok, csak... Limábbé. Gyere vissza. Várjatok még, amíg a golf nem megy ki, addig senki nem indul, jó? Volt 6 darab barátó, de megöltem az összeset. Hol vagy van? Ugyanígy. Milyen 6 darab behatoló? Nem, azt hittük, de mégsem. Legi, előre mehetünk egy olyan kérdés? Várjatok, lehet, mert a konvojt most már nem kell tartani, jó? Tehát mindenki úgy megy vissza, hogy akar, de jó. Addig nem indul senki, míg a golf ki nem megy. Itt már egy bolit, talál. Két ér is elment az öröm. Hú, mennyien vannak. Jé, van egy hangtasi. Mindenki mehet vissza. Itt állnak autók, három autók. Fiat? Megmondtam, hogy vissza tudnak betámadni. Jön egy lila autó, két lila autó jön a benzinkút felől.
akik a, akik a BS kocsit ültek, azok nyugodtan szálljanak ki, mert a BS kocsik itt maradnak. Köszönöm. De akkor viszont konvojba kéne visszamenni. A piros helikopter mi vagyunk, srác, a piros helikopter mi vagyunk. Bazd meg, akkor maradjunk konvojba, mert úgy hallom, hogy gebasz vagy. Itt hátul van a két vizes pion. Kicsit lassítjuk, itt vagyunk a katonaság talaj kijött. Tudod, hol vagytok, Legi? Katonaság rossz lefelé. Három autó, és rám fordultak. Hol? Miért mész el? Hol? Te hallnám. Még van egy... Jaj, visszajött. Jó, gyorsan visszajött. Ott is van a... Ott van, bocs. Srácok, álljunk össze a konvojba, most már lehetünk a piac, hogy csak minden fasza. Tehát sikerült, minden. Indultunk? Elmennek, elmennek a lila autók is. Lila autók? Ha megyünk? A benzinkúton van. A benzinkúton van 5 kötőjel 6 darab autó, amelyek elkezdtek a három. Csatolja be az övét. Jön meg a fegyverét, vegyél maga mellé. Elmennek. Szükséges. Igen. Követ a konvojba, mindjárt ott vagyok. Na, elmentek. Szilárd, állj meg, Szilárd! Beszáll hozzád a Rambó, mert nem tud beszállni. Visszafordultak az autók, visszafordultak. Na, mégis csak beszélt, bocs. Én kútra beálltak továbbra is, és errefele állnak, tehát... Srácok, tankon fölvezetem a konvoj. Jó, ne vizezzem. Srácok, tankon fölvezetem a konvoj. Hol álltok, melyik kiáratnál? Az autópályánál. Már a pályán vagytok. Jó, akkor megyek oda. Lás, megkérem a gobost, hogy lezárás megszüntetve, jó? Írja ki a gobost, mert szüntesse vagy. Itt egy helikopter, itt egy ismert helikopter. Lásod, következőképpen álljon fel a konvoj. Elől megy a tank, mögötte 2-2 vízálljó, jó? 2-2, úgy álljunk föl, 2-2. Ja, annyi, hogy érkezett egy krómszínű fekete, vagy krómszínű buzárt helikopter. Egymás mellé álljon a vízágyú. A benzinkútnál felsorakozott autókkal van vélhetőleg. Tehát oda a benzinkútnál lévő autókhoz, ha mennek, akkor... Én azt jól most beszéltem velük, nem tűnnek. Srácok, egyelőre nem bántjuk őket, mert nem bántanak minket. Jó, 2-2 vízágyú, egymás mellett, utána jön az összes civil kocsi. Jó, mert ha törni kell, akkor mi tudunk törni? Apropó, hogy felszállás pillanatban. Azt mondta Legi, gyertek ide mellénk, srácok. Nem, kettő vízágyú elő, kettő vízágyú, a két vízágyú mögött, tehát... Értek, Oké. Két vízágyú egymás mellett. Csukó, utána az szépen. Egyik indulnak a kocsi. Az egyik biztos indul. Az elment. Jó, nem fogják betámadni, hát üres a konvoj, minek támadnánk? Konvoj, tehát kész. Most figyelj, minek, hát az a fegyver miatt. Hát a fegyvert is meg kell lőni. Fegyver csűrűn veszik első lőt. Fegyver lőszer, az akcióvezetőnek jelentem, hogy a helikopterem meghibásodott, jelen időben Los Santos fölött vagyok, de valószínűleg kényszerleszállást kell végrehajtanom. Ha sikerül leszállnod, szóljál már, mert oda megyek érted, úgy is kimenekít. Igyekszem a HK-sig valahogy eljutni, de elég rossz állapotban a gép. Betámadni minket, ha sokan vagyunk rá, Istennek. Tehát nem fogják betámadni, semmi értelme nem. Szép napot! Halló! Mi a helyzet? Aki vissza tud esetleg értem jönni óra, kár vagy most hogy vannak, mi a helyzet? Jó. Figyeljétek oda, a vezetőknek mondom, 8 óra, akkor rendvédelmi megbeszélés van, jó? Arra ne feltűnjetek meg, tehát 8-46 másodszak múlva. De mindenki menjen, vagy csak a főnökök, vezetők? Ja jó, oké. Azért kérdeztem. Szaladhatok, de vezetők nem lesznek, jó? Tehát nyilván betartva szolgálati utat, parancsolási ranglétrát, jó? Tehát vezető alvezető nincs, de akik utána vannak rendfokozatban, jó? Tehát ők felállnak az állományért.
utas főnök, minden rendben van? Elöcsöljön. Fogom, mél, hogy volt a múlt. Jó, elöcsöljál be meg, mert megfenyítetlek. Legi nem azt mondtad, hát, hogy a négy vízágyú megy kettő elő, kettő pedig mögötte? A rögtön mögötte, de minden most már tartjuk így a kódot. Halad, most esetleg az olyan, amit nyelvít az év. Igen, mindjárt visszaérünk a gombójal, de... Ezek itt fogunk fölmenni jobbra, itt fogunk fölmenni jobbra, figyeljetek. Mindenki egy sorba, jó? Szépen finoman. Rossz út. Hát a hatalmas patokok van, köszönöm szépen mindenkinek a segítséget. Jó? Itt nagyon sok tudom. Fegyvert megsemmisítettünk, nagyon sok jutalmat fogunk kapni érte, legalábbis minden bizonnyal. Jó, úgyhogy majd az eredményről, hogy mennyit kapom majd, beszámolok róla. Ajaj. Nem igazán látok. Nem, van egy kutyám, by the way. Amúgy nekünk amúgy mikor lesz saját a rendőrségnek? Most fogjuk majd megkérdezni, és a 8 órakor. Nagyon jó. Oké, csókollak, intézzétek meg. Kell. De az OMS visszamegy, akkor saját pedig lesz, szép volt sajátok. Nyugodt, szép a műzlalátást. Jó, helikopter ismét működőképes, elengedte az olajt, elfolyt az olaj jelentős része, megjavították, úgy indult vissza. Jó van, szép volt. Köszönöm az utat. Kivereket visszarakottam. Akkor hogy merre tartott? A pénzét. Jó, akkor én is lerakom a helikopteremet, és akkor... Az NDS segítségét, NAV segítségét, mindenkinek, tech, NNI, mindenkinek a segítségét, köszönöm szépen. Funka volt, örülök, hogy ezt tudtunk fogni, nagyon jó volt. Vezérezetes úr? MBS vezérezetes úr. Hallgatom. Legi, rakd el, légy szíves. Vissza menjünk az MBS-hez? Szerintem... Ha mindjárt állítom, jöjjenek vissza. Ha nem, menjek úgyis vissza, mert a vezérezetes úrra váltanom kell gyorsan két szót, mert van egy pár észrevételem, amit... Rendben.